Hallottatok már a híres mami falváról? Nem, én is csak most értesültem róla. Akkor olyan maguk élnek, akik okosak, ügyesek és jól neveltek. Akkor tudom hozzájuk, gyertek! Sajnos a hír igaz. Ezek a maguk csak logikáznak, programoznak, ismerültek, és mindenféle más logikai feladatokkal játszanak. Ne tréfálom őket! Meghívom őket, rátevük porral, és majd meglátjuk, mit szól a büszke manó. Rájuk. Wow, ez mind az enyém. Add ide, ez az enyém. Ez is az enyém. Ezzel a dobozzal én akarok játszani. Bingo! Ez nem igazság volt! Sajnos nem nyere! Én soha nem fogok játszani! Először jussunk el a hóbabonyhol. Mi az a hóbabony? Menjünk el! Menjünk el! Menjünk el! Menjünk el! Állathoz megyünk! Mi? Mi? Menjünk el! Már meg a papírt, hogy ezt nem így kell csinálni. Olyan busza vagy, mint a szamár. Na, hagyj el! Ez nem igazság, mindig te nyersz. Neked lesz több korongod. Ez csalás. Jaj, mi lett az én manóimba? Megszállták őket a kártevők. Sürgősen levelet kell írnom a tündérkirálynőnek, mert csak az ő varázslata segíthet rajtunk. Tündértársaim, most kaptam ezt a levelet a manó királytól. Gonosz rovarok csípték meg a kis manókat. Még képeket is küldtek róluk. Nézzétek meg! Ó, de szúgy! Segítsünk neki! De mit érzünk legyünk? Járni kell a híres tündértársunkhoz. Rendben! Az éjszaka alatt, leple alatt pusztítsuk el a gonosz rovarokat.